Az összetartó önkormányzatok az erős hátország és a győzelem garanciája. Ezzel a motóval tartották meg a napokban Técsön a Kárpátaljai Önkormányzatok és Civil Társadalom Egységes Fórumát, amely a tizedik éve tartó decentralizációs reform eredményeiről és további célkitűzéseiről szólt. A rendezvény a Kárpátaljai Kistérségek Tanácsának szervezésében valósult meg, amely a decentralizáció következtében a megye területén létrejött mind a 64 kistérséget fogja össze. Mi, hogy sem ezt a fórumot a visszatekintésnek akarjuk szentelni, hogy lássuk, mit értünk el az elmúlt tíz év alatt, hiszen, mint kiderült, ez Ukrajna egyik legsikeresebb reformja, amit az ország függetlensége alatt bevezettek. A fórumon 64 kis térség képviselői vettek részt, jelen voltak a megyei hatóság tisztviselői és parlamenti képviselők, továbbá az adott szakterületen tevékenykedő, kárpátaljai civil szervezetek és a regionális fejlesztéssel foglalkozó társulások vezetői is. A rendezvényen szó esett a helyi önkormányzatok és a civil társadalom fejlesztéséről, a decentralizációs reform eredményeiről, valamint a kistérségek elsődleges feladatairól, mint például az ukrán fegyveres erők támogatása, az infrastruktúra fejlesztése és az állami szervekkel való együttműködés. A reform következtében javult az oktatási nevelési folyamat, ugyanis mi dönthettünk bizonyos fejlesztési kérdésekben. Így komoly fejlesztéseket hajtottunk végre, az intézmények fűtési rendszerében és hasonlóakat tervezünk az egészségügyi intézményekben is. Igyekszünk megteremteni a lehető legjobb körülményeket, hogy a lakosság minőségi szolgáltatásokat kaphasson. A nehéz körülmények elleni is dolgozunk, és forrásokat különítünk el a fegyveres erők támogatására, hogy ezzel is hozzájáruljunk a győzelemhez. Hasonló célkitűzésekről és eredményekről számolt be a 35 ezer lakost számláló Aknasz Latinai kistérség alpolgármestere is, aki hozzátette, hogy az EU-s pályázatoknak köszönhetően például teljes mértékben fel tudták szerelni szükséges technikával a helyi kommunális vállalatokat. Szolgáltatásokat, amit eddig a járási központban tudtak csak megkapni és elintézni, ezt most helyben tudják. Nagyon sok európai pályázatokban is részt vett a kistérségünk, ennek köszönhetően most a kommunális vállalatunk is teljesen fel van szerelve technikával. A vízműveknél sikerült teljesen felújítani a vízhálózatot. Az egyik legnagyobb problémánk a mai napra a tisztítónak a problémája, amiben próbálkozunk, meg akarjuk, elő akarjuk készíteni a tervet, és utána majd Európai Onnas Uniós forrásokból teljesen felújítani, vagy egy új szennyvíztisztítót építeni. A nagybégányi kistérség hét településből áll, és amint arról a polgármester asszony beszámolt, a megalakulást követően számos tervel láttak hozzá a munkához. Viszont ezeket előbb a koronavírus, majd pedig a háború miatt jelentősen módosítani kellett. A kistérségnek nagyon sok tervei voltak, és az első években nagyon szépen is haladtunk, több mindent tudtunk felújítani, megvalósítani de sajnos először a Covid, aztán majd a háborús helyzet sajnos nem engedi azokat a fejlesztéseket, amelyeket úgy beterveztünk. De ettől függetlenül a kistérségnek a feladatát ellássa, így azokat a szolgáltatásokat, mint az administratív szolgáltatási központ, vagy az építészeti osztály, vagy a gyermekvédelmi osztály, ami ezelőtt egy kisebb tanácsi hivatalnál nem működtek, így egy minőségesebb szolgáltatást tud adni, a kis térség önmagában. Tehát hét osztályjal működik, ehhez még a szociális osztály is hozzátartozik, és tehát egy teljes körű kiszolgálást tud a lakosoknak adni. 60 fővel kellene, hogy működjön, jelenleg 35-en vagyunk, de így is teljes mértékben az adott feladatunkat el tudjuk látni. Bár a decentralizációs reform sikeresnek mondható, mégis egy befejezetlen folyamatról van szó, ezért mind a kistérség, mind a törvényhozás szintjén is még sok munkát kell elvégezni. Erről Rezes József, a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok társulásának ügyvezetőigazgatója beszélt stábunknak de nagyon fontos ezen kívül még az is, hogy az első tíz év elteltével előre is kell néznünk, előre is kell mutatnunk, és mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy ez a reform még nincsen befejezve. Vannak még olyan pontok állami szinten is, törvényhozási szinten is, amit, amit még tisztába kell tenni, és hogy teljes képet kapjunk a decentralizáció gyakorlati, pozitív hasznával a helyi önkormányzatok számára, ahhoz még nagyon sok munkát kell megtennünk, és reméljük, hogy ez sikerülni is fog. Gyakorlatban egyetlen egy polgármester, se, egyetlen egy önkormányzati tisztségviselő sem gondolta volna 2020-ban, amikor megválasztották őket a, az ő tisztségükbe, hogy a saját kadenciájukon belül még egy háborús időszakban is részt kell venniük. Ugyanúgy, hogy a fegyveres erők védik Ukrajna egységét a frontvonalon, meggyőződésem, hogy a, a helyi önkormányzatoknak a tisztségviselői és a helyi önkormányzatok itt a hátországban ugyanilyen szilárd alapot kell, hogy biztosítsanak az ország tovább fejlődéséhez. A rendezvény résztvevői megosztották egymással a tizedik éve tartó decentralizációs reform során elért eredményeket, megvitatták a problémás, megoldásra váró kérdéseket, és feltérképezték az előttük álló feladatokat. A találkozó végén a kistérségek képviselői és azok, akik aktívan részt vesznek a reform megvalósításában, elismerő okleveleket vehettek át a szervezőktől.